What a quality, broski. Cső faszik. Puszilok mindenkit. Leugorok, így tudok beszélgetni kicsit. Így vitelezzük most ki ezt a PS5 unboxingot. Megoldjuk egyszerűen. Nyilván évek óta megjelent, nem is tudom mikor. Igazából nekem eddig nem volt rá szükségem, és nem is akartam nagyon. Őszintén megmondom, most se akarom, mert tudom, hogy mi lesz a vége. Nagyon sok 100 euró FIFA-ba fog repülni, na mindegy. Itt a pack, és akkor mutogatom nagyjából, hogy miket veszek ki. Sőt, tudod mit, behozom a bárszéket. Na gyerekek, eddig ott járunk, kivettem a tetejéből a papírokat. Nyilván Sony, garancia, PS5, ugye van egy HDMI kábel hozzá, ezt adják, hogy ez nagyon jó. Digital edition, mert csöves vagyok, tehát nincs pénzem, ezért a digital edition-t vettem. Gyere már ki, rohagyd meg. Így van, belerak ember a dobozba, azt vedd ki! Hát, ha fogod ezt a szar, azt kiveszed, leesik a PlayStation. Nem is értem, no joke. Amúgy én azt hittem, hogy ez kisebb, tehát én még nem láttam. Tehát ugye itt van PlayStation zongorolak még, itt egy USB rajta, egy USB-C jelzés szépen, tehát egy zongorolak kábelek, USB 3.1 LAN kábel, egy HDMI, és akkor itt van a tárgyak, a kábelek, ez ennyi. És akkor van itt nekünk még ugye egy PS5 controller, nem tudom hány millió revive van. Kattog szépen, nekem van mellette egy Xbox Elite 2-es kontrollerem, amit én ugye PC-n, illetve korábban Xboxon használtam. Nyilván ez egy Elite, tehát ez egy ilyen 70 ezer, 80 ezer forint értékű kontroller. Hát ha megfogom ezt a PS5 kontrollert, ez nagyjából egy ilyen 10 ezer forintra mondanám. Tehát ez egy olyan műanyag. Hát jó, de elvileg nagyon jó benne a haptikus feedback. Jó, hát az első bekapcsolás után ki lesz benne kapcsolva, mert nekem itt ne haptikáljon. Itt majd nekem haptikál valamit, az ketté töröm. Nem, hát jó kontroller, tudom, legendásan jó, lehet az input jobb, lehet gyorsabb, lehet kényelmesebb használni. Ez egy kicsit talán finomabb, nem olyan agresszív, az Xboxnál ott rendesen azért bedurran a hüvelykújat, hogyha fifázol egy órát. Jók a gombok, nagyon sok FIFA nézőm van, aki esetleg itt maradt, itt volt, szereti, várja. Őnekik a FIFA visszatér, illetve nagyon szeretnék fifázni, és amúgy is nagyon szerettem New Gen-en fifázni, tehát a 23 elejét nagyon élveztem az Xboxon. Az Elgato az viszont Svájcban nincs. Ausztriában vagy Németországban tudom rendelni. Barátnőm Németországban él. Ő hozzá megrendeltem szépen az Elgatót, és majd valamikor jön. Bevezessük amúgy ezeket a délutáni streameket, baszki. Simán háromtól tudnám nyomni. Ötig. Egy két órát. Egy rövidke streamet be tudunk adni mindig, gondoljátok.